A Győri Püspökséggel a projektpartnerségben 2 éve működünk együtt, és legfőbb feladatunknak azt tartottuk, hogy a káptalan domb szakrális és művészeti értékeire felhívjuk a figyelmet. Természetesen ez mellett számos önálló programot is létrehoztunk. Az első időkben az újdonság ereje miatt jöttek be a látogatók, azután hozzászoktak ahhoz, hogy itt igényes kiállításokat láthatnak, könyvbemutatók, zenei bemutatók vannak az időszakos kiállító termünkben, de jó néhányan vendégeiket elhozták ide, aki egy nagy gyűjteményt nem akar megnézni. Itt egy másfajta hangulattal találkozik. Valaki végigsétál a kiállításon, óhatatlanul szembe tűnik, hogy nagyon sok szakrális témájú műtárgy, illetve hát plasztika van kitéve. Mennyiben meghatározó ön számára a szakrális művészet? Egész életemet végig kísérik a szakrális témák. Van néhány személyiség és téma, amely többször visszaköszön az életemben. Van, amit először éremben dolgoztam föl, ilyen Szent Istvánnak az alakja, akiről egy emlékpénzt készítettem 1988-ban a Nemzeti Bank pályázatára. Ez később Amerikában a világ legszebb pénzérméje lett történelmi kategóriában. Ugyancsak Szent László alakjával is emlékpénzen foglalkoztam először, azután készült mindkét témából, Szent Istvánról is, és Szent Lászlóról is dombormű, az egyik az itt látható a Káptalan dombon. Apor Vilmos alakját éremben is a Boldog Gálvatása alkalmából megfogalmaztam, az ereklye tartóját készítettem, és a Püspökvár tornya előtti kertben pedig egész alakos szobrát készítettem el. Tehát ezek mindig visszatérő témák és személyiségek. Most ebben az évben mintáztam meg Szent Anna alakját, Szent Mihály alakja, Szilkösségbe készül. Tehát a szakrális témák nagyon jelentős helyet foglalnak el a művészetemben és az alkotásaim között.